a történet arról szól, hogy tehát láttuk, hogy az elmúlt évtizedben leépült a jogállam, nyugati cégek nem szívesen fektetnek be, a jogállamiság romlása miatt európai források sem érkeznek, így a kormányzatnak valami fajta új források és beruházások után kell néznie, és sajnos ilyen típusú beruházások érkeznek. Ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy amikor beérkezik az anyag, akkor veszélyes hulladék, amikor már készen van, akkor vajon micsoda, mert ugye ők alapanyagként hivatkoznak erre, és ugye ennek is megvannak a kritériumai, hogy valami mikor lett alapanyag, de attól az az anyag még ugyanúgy veszélyes, sőt, talán még veszélyesebb is, <kül> és akkor megcsatolták csatolták a biztonsági adatlapját ennek az anyagnak, HLOP powder, tehát ez én por, és ennek az első figyelmeztető hámondata, hogy belélegezve halálos. Ez mind-mind olyan esemény, hogy egy ilyen instabilan működő üzem, ha belegondolunk, hogy milyen anyagokkal dolgoznak és milyen tevékenységet folytatnak, az a minimum, hogy az ott élő lakosságban felvetődjön az, hogy Úristen, ez az én életemre, a hozzátartozóim életére és egészségére milyen veszélyekkel jár vagy egyáltalán a környezetre. Bátony terenjén, egy ökológiai folyosó kellős közepén van ez az üzem. Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat és nézőinket, ez az átlátszó podcast adása, és az akkumulátor témában, az akkumulátor hulladékok szerepéről, és persze az akkumulátor gyártás hatásairól is fogunk beszélgetni vendégeinkkel köztük Györfi Dóra közgazdásszal, egyetemi tanárral. Köszöntöm őt körünkben, valamint két érintett lakost. Kormányi Zsolt Sóskútról érkezett, ahol jelen pillanatban most egy szlovén cég szeretne akkumulátorfeldolgozót létrehozni, mert ugye az épület már áll, és ez ellen tiltakoznak sokan Sóskúton. És van még egy vendégünk Bátony terenyéről, Orosz István, ahol már működik egy akkumulátor újrahasznosító üzem, a Szent üzeme, amivel rengeteg sok probléma volt az elmúlt években, és talán van még most is. Arra gondoltam, hogy Dóra, aki nagyon sok. Bocsánat, még annyit hozzáteszek, hogy régóta dolgozunk együtt. Dórával is szerepeltünk együtt, a két civil lakossal is összetegeződtünk, úgyhogy tegezni fognak benneteket, ezért mondom ezt a hallgatóknak. Szóval Dórától azt kérdezem, hogy a több tanulmányban foglalkoztál az akkumulátorgyártás egyrészt veszélyeivel, másrészt pedig a magyar gazdaságra tett hatásával és aztán elkezdtél foglalkozni az akkumulátor gyártásból származó hulladékoknak a feldolgozásával, és valami olyasmi megdöbbentő dolog fogalmazódott meg bennem, illetve a te tanulmányeid végkövetkeztetéseként is, hogy, hogy tulajdonképpen szükségszerű az, hogyha Magyarországon ilyen sok akkumulátor gyártó üzem, meg kiegészítő üzem lesz, akkor ezeknek a feldolgozó üzemeknek is ide kell költözniük, tehát az egyik az, hogy szükségszerű, a másik pedig az, hogy még talán nagyobb kockázatot jelent, vagy legalább akkor a kockázatot és veszélyt jelent, és épp oly kevés gazdasági hasznot hoz az akkumulátor újrahasznosítás, mint az akkumulátorgyártás. Tehát, hogy jól gondolom el, hogy valamiféle kényszerpályára kerültünk ezzel már, mint a magyar gazdaság, mert, és használhatom a több össze más összeményt, mert mindannyian benne vagyunk ebben a történetben, érintett lakosok, tehát, hogy, hogy jól látom ezt a végkövetkeztetésedet. Igen, sajnos, sajnos ez a cikkeim végkövetkeztetése. A történet arról szól, hogy tehát, láttuk, hogy az elmúlt évtizedben leépült a jogállam. Nyugati cégek nem szívesen fektetnek be, a jogállamiság romlása miatt európai források sem érkeznek, így a kormányzatnak valami fajta új források és beruházások után kell néznie, és sajnos ilyen típusú beruházások érkeznek. Valószínűleg részben ötletszerű módon merült ez fel, tehát német autógyárak és a kínai akkumulátorgyárak prezentáltak egy tervet a kormánynak, hogy akkor milyen jó lenne, ha itt lenne akkumulátorgyártás, és látszólag jól hangzik, hogy hogy ez egy kvázi biztos üzlet, hiszen folyamatosan egyre több akkumulátorra van szükség, és és a kormányzat hatalmas támogatással elkezdte vonzani ezeket a cégeket, lazák a munkaerővédelmi szabályozások, lazák a környezetvédelmi szabályozások, tehát a cégek számára ez, ez, ez kiváló, kiváló üzlet, és, és települnek ide egyre inkább, és. és Más pedig nem jön. Tehát ez a, ez a lényege, és, és hát a kormányzat is azt mondja, hogy akkor a, az autógyártás és az akkumulátorgyártás részaránya a feldolgozóipari termelésbe 20-30%-ra fog, fog növekedni, és hát ezzel, ezzel az a probléma, hogy hogy minél inkább kiszolgáltatja magát az ország, illetve hát a kormányzat a magyar gazdaságot egyetlen egy szektornak, annál kisebb a hatalma arra, hogy akkor ellentmondjon azoknak az igényeknek, amik szükségszerűen felmerülnek. És az akkumulátor hulladék feldolgozása egy ilyen szükségszerűen felmerülő igény. A, gyártás kezdetben nagyon sok selejtet termel, erről te is nagyon sokat ö, ö, írtál, és ezt a selejtet valahol fel kell dolgozni. És eznek minél közelebb kell lenni a, a, a gyártáshoz, mert az akkumulátor hulladék az egy rendkívül tűzveszélyes, veszélyes hulladék. Nagy-Britániában az összes hulladék tűz 48%-a az akkumulátor hulladék ö, tűz, ö, és hőmegfutással jár, önfenntartó égéssel rendkívül nehéz el, eloltani, és egyébként mérgező anyagok kerülnek a levegőbe és a talajba. Ö, ezt, ezt, ezt követően, és az a fontos, hogy egy rövid akkumulátor miatt leéghet egy, egy teljes szállítmány. Ez azt jelenti, hogy a szállítás nagyon drága, nagyon veszélyes, és ugye minél rövidebb, annál jobb, és emiatt erős érdekek fűződnek az ahhoz, hogy közel legyen a, a, a gyártáshoz. Erre jön még egy nagyon-nagyon szigorú európai szabályozás, amit tavaly nyáron fogadtak el, ami azt jelenti, hogy az akkumulátor hulladékot 100%-ban kell újrahasznosítani. Tehát a cégeket az európai szabályozás és üzleti megfontolások is arra késztetik, hogy hogy legyen elérhető hulladékfeldolgozás, mert az alternatíva az az, hogy leteszik valahol, ami szintén borzalmas károkat okoz a, a, a környezetnek, környezetre nézve, és. Erre valószínűleg a kormány nem tud nemet mondani, abban az esetben, hogyha még egyszer kiszolgáltatottá válik ezeknek a cégeknek, és hogyha más beruházás nem érkezik, akkor pedig kiszolgáltatottá válik. És, és, és ebből vonom le azt a következtetést a, a legutóbb megjelent tanulmányomban, hogy, hogy ugyan nincs kimondva az európai szabályozásban, hogy az akkumulátor hulladékot ott kell feldolgozni, ahol gyártották, de üzleti megfontolások. És, és, a cégek lobby ereje valószínűsíti azt, hogy, hogy Magyarország ezt nem tudja kikerülni abban az esetben, hogyha valóban akkumulátor nagy hatalommal akar válni. Uh -huh. um, elég meggyőző számokat mondtál, vagy írtál a tanulmányaidban, hogy, hogy a selejtes hulladékok 2030-ig, tehát az aku selejt az a hulladéknak a fele lesz, és hogy ugye 2040-re pedig annyi a hulladék lesz, ez gondolom az európai adat, hogy, hogy 20 millió tonna, tehát hogy ezt szemléletesítetted azzal, hogy a legnagyobb gízai piramisnak a háromszorosa lesz ez a hulladék. Na most ugye mondtad azt, hogy a magyar kormány ötletszerűen, és aztán a német autógyárak nyomására, de hogy azt is leírod, hogy, a, hogy az európai érdek is, tehát az európai döntés is az, hogy kapjanak támogatást ezek, a, ezek az üzemek. Tehát, hogy mennyiben felelős itt a magyar kormány. Hozzáteszem még azt is, hogy ugye beszélgettünk itt az előbb arról, hogy Kaderják Péter a Magyar Akkumulátor Szövetség elnöke a legutóbb a Szabad Európában nyilatkozott, és azt mondja, hogy nem a kormány erőlteti ezt, hanem hogy jönnek a befektetők maguktól, mert annyira szeretnek minket, és hogy ennek, hát nyilván azért az van benne, hogy nehéz ellenállni, de azért itt egy európai cél és nyomás is van, nem? Így van. Tehát, tehát van egy európai célkitűzés, hogy 2035-től csak elektromos autó, új autót lehet, lehet eladni az európai piacon. Van egy olyan európai politika is, hogy hogy ezeket a, a cégeket lehet támogatni. De nagyon fontos, hogy, hogy az európai politikának a, a céljai az egyrészt a Kínától való függetlenedés, tehát valami fajta stratégiai autonómia, biztosítás Európának, tehát, hogy ne legyen teljesen kiszolgáltatva egy, egy autoritár, hatalomnak, ahogy ugye az orosz gázzal ez megtörtént, és, és látszik, hogy ez hozzájárult valószínűleg ahhoz, hogy hogy Putyin úgy gondolta, hogy akkor támadhat, mert úgyse lesz ellene fellépés. Tehát, hogy ez ne ismétlődjön meg Kínával. A másik pedig a, a klímavédelem szempontja. És ezek azért nagyon más célok, mint amit a, a magyar kormányzat szán az akkumulátorgyártásnak, mert a magyar kormányzat úgy gondolja, hogy ez majd a gazdasági fellendüléshez ez hozzájárul. De hát erről szó nincs, és igazából ezért más a, a magyar kormányzat működése, meg az európai működés, mert Európába erre szánnak pénzt, a magyar kormány meg azt hiszi, hogy, hogy ebből a gazdaság fellendül, és hát a cikkeimben azt mutatom be, hogy, hogy erről, erről szó nincs. Tehát, tehát az akkumulátor gyártás a gyártás rész, ott van a legkisebb hozzáadott érték, és hát a, a hulladékfeldolgozás pedig a jelenlegi technológiai fejlettség színvonalán, a tevékenység egészében, tehát a akkumulátorok összegyűjtésétől a hulladék konkrét fel dolgozásáig, tehát ez nem egy nyereséges tevékenység, tehát még a, a McKinsey jelentése is, ami, ami nagyon lelkes az elektromos autók, az akkumulátoripar és a, a hulladékfeldolgozás kapcsán, hát ugye annyit tudott megfogalmazni, hogy Hát már hamarosan belátható a, a profitabilitás, de ugye ez azt jelenti, hogy jelenleg ez a tevékenység veszteséges. Tehát a, a kormányzat az, az egy olyan szektora nak teszi kiszolgáltatottá a magyar gazdaságot, ami, ami biztosan nem járul, fel a, nem járul hozzá a gazdasági felzárkózáshoz, és nagyon jelentős környezeti veszélyei vannak. És hát arra a gondolatra, hogy itt ö, ö, özönlenek a befektetők, ö, ezek, ezek a befektetők ezek azért özönlenek, mert valami elképesztő mennyiségű adófizetői pénz megy ennek a, ennek a szektornak, és, 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 múltkor kérdezték tőlem, mi a legnagyobb problémája ennek a, ennek a, stratégiának, és nem tudtam dönteni a között, hogy a környezet veszélyeztetése, vagy pedig az adófizetői pénzek el, elpazarlása, és nyilván hosszú távon a környezet az egy sokkal nagyobb probléma, mert az adófizetői pénz az egy megszorítással kezelhető. De azért mégis nagyon fontos azzal foglalkozni, hogy, hogy miközben a tanárok bérére nincs pénz, és, és, nagyon sok mindenre nincs pénz, lakossági infrastruktúra, közösségi közlekedés fejlesztésre erre nincs pénz. Ezek a cégek nagyjából korlátlanul kapnak, nincs felső határ abba, hogy, hogy, hogy mekkora támogatást kapnak, és, és tényleg a, a, nagyságrendet, meg egy kis, magyar kis és középvállalkozó, hogyha ha belegondol abba, hogy, hogy a beruházásának minimum 15, de például épp az Andrade esetében 47 os támogatási arányt kap, tehát az Andradánál 10 milliárdos beruházáshoz 4,7 milliárdos állami támogatás társul, akkor, akkor fel kell tenni azt a kérdést, hogy ennek a magyar adófizetők számára mi az értelme. Mert a cégek persze, hogy szívesen jönnek egy olyan helyre, ahol, ahol elképesztő mértékű támogatást kapnak, tehát a, tehát a CETIL támogatása is 800 millió euró, tehát 320 milliárd forint, és akkor ehhez jön még körülbelül ugyanekkor a nagyságrendű infrastruktúra támogatás, tehát, tehát valami elképesztő adófizetői pénzbe kerül az, hogy ezek a cégek idejönnek, tehát már miért ne jönnének szívesen. És ehhez, ezen túlmenően pedig, miután Ennyire egyoldalóvá válik a magyar gazdaság gazdaságszerkezet. Ennyire kiszolgáltatottá válik az ország ezeknek a cégeknek. Nyilván a, a szabályozás kapcsán sem tud a kormányzat bármilyen ellenállást mutatni, tehát a szabályozások azok azok lazák, és minél több probléma van, annál inkább lazítják. Tehát ezt látjuk azt, hogy már munkavédelmi oktatás sem kell, látjuk azt, hogy ha környezetvédelmi probléma van, akkor majd a cég megígéri, és akkor egy év múlva megnézik, hogy lesz-e valami, és ezt ködön is megbáton. Is látjuk. És, és, hát ilyen körülmények között, hát persze, hogy özönlenek a cégek, de, de, de nekünk nem azt, kell, nem azt, a kérdést kell feltenni, hogy miért jó a cégeknek. A cégeknek nagyon jó ez világos, de hogy, de hogy miért jó a magyar adófizetőknek és a, és a helyi lakosoknak, és, és, nekik meg nagyon nem jó. Hát akkor térjünk rá arra, hogy a helyi lakosok, ugye Györfi Dóra azt írja az egyik tanulmányának a bevezetvében, hogy átláthatatlan, észszerűtlen, követ követhetetlen az akkumulátori part terjeszkedése Magyarországon, és ezzel szembesülnek a, azok a lakosok, akik arra ébrednek, vagy már évek óta szenvedik el az adott akkumulátoripari beruházásnak a megjelenését a településekön. Most megkérdezem a kormányi Zsoltot, hogy, hogy hogyan fogadták a helyiek, vagy mikor tudták meg először is, tehát hogy mikor tudták meg először is, és hogyan reagáltak arra, hogy Sós Kuton tervezi az Andrada nevű szlovén cég alsó Zsolca után, mert ugye ott, ott végül és nem sikerült az újrahasznosító üzemet megnyitni, és akkor jött egy ilyen ötlet, de ez nem ötlet, hanem ugye már a polgármesterrel meg is egyezett a cég, hogy ő itt akarja megvalósítani a ti településeteken. Igen, én ezt az egész történetet egy kicsit korábbról indítanám. <kül> Tehát nálunk ugye elsőként nem is az Andrada jelent meg, hanem egy Dongva nevű dél-koreai cég, <kül> még talán 2020 őszén, és aztán, ahogy fejtettük vissza ezt a történetet, derült ki, hogy ez igazából 2020. januárban <kül> indult, ez a történet. Akkor volt egy olyan ülés a településünkön, ahol gyakorlatilag a polgármester és Sóskút polgármestere uh -huh. így rávette a képviselőtestületet, hogy szavazzanak meg egy olyan határozatot, hogy a, megbíztak egy ügyvédi irodát, hogy a HIPA meg a külügyminisztérium előtt meg mindenféle eljárásokban képviselhetik az önkormányzatot ahhoz, hogy ezt a területet kiemelt beruházással nyilváníthassák, és a polgármester annyit mondott, hogy hát ő nem tudja, hogy milyen cégek fognak idejönni, a Samsungnak a beszállítói lesznek, és ez az első cég, és utána majd jön a többi, és hogy ő nem tudja, hogy mit fognak így gyártani, de abból sokat fognak, és ez nagyon jó lesz. Na most ezt így megszavazták, 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással. Úgyhogy elindult sóskút akkumulátor üzletekbe való bevonása, és ugye erre döbbentünk el először, hogy amikor megjelent a Dongva és szintén egy sajtóhírben, hogy megnyerte ezt a településünk. Azt elfelejtettem mondani, hogy esetleg a hallgatók nem tudják, hogy a Sóskút és Tárnok között van ez a, lenne ez az üzem, és ezek ugye Pest megyei agglomerációs települések. Igen, tehát, tehát a... erről azt kell tudni, hogy nekünk ez a településnek a szélén van, és igazából ez Tárnokot jobban érinti, mint bennünket valamilyen szinten, főleg a szélirány miatt, de hát mégis közigazgatásilag hozzánk tartozik a terület és akkor itt a Dongvával is már rengeteg tapasztalatot szereztünk annó, most ezt nem szeretném kifejteni, inkább akkor térjünk vissza az Andradára. Az Andradá megint egy érdekes történet volt, engem először egy újságíró keresett meg, hogy hallottunk-e róla, és akkor még nem volt róla a meg semmi, és így Lőcsei Lajost említette, hogy ő levezette a polgármesterrel is, és akkor így megkérdeztem helyeket, hogy hallott-e erről egyáltalán valaki, és így mindenki mondta, hogy nem hallottunk róla semmit. És rá egy pár napira jött a hivatalos bejelentés, hogy akkor igen, Andrada, Sóskút. És akkor nyilván hát felháborodtunk, hogy egyrészt hogy van az, hogy a sajtó előbb értesül róla, mint mi, vagy hogy elő vannak átír információink, és akkor kezdtük el felderíteni, hogy egyáltalán mi ez a cég. És hát igazából a mai napig nem kaptunk hivatalos dokumentumokat, ugye nem indult el a, a környezeti hatásvizsgálati dokumentációnak a beadása, tehát ami, amit tudunk dolgokat, azok kvázi az alsó zsolcai információk. Mellé tesszük azt, amit a cég kommunikál, hogy ő mit szeretne sóskuton, és ebből látszik, hogy a kettő között azért egy 99%-os átfedés van. Tehát valószínűleg, amit benyújtottak alsó zsolcára, ugyanaz a technológia, ugyanaz a folyamat lenne sóskuton is, és ez konkrétan ez a veszélyes hulladék. Feldolgozás, ami alatt ők két dolgot is értenek. Az egyik dolog az az, hogy az akkumulátorgyárakban keletkező veszélyes hulladék, serejt akkumulátor, ugye ez a jelly rollok, -ok, anód, katód, a különböző fóliák, hát minden, ami mint hulladék kijön. A másik, amit meg mellé tesznek, későbbre, ez se egyértelmű a dokumentumaikból, hogy majd a az autókból, illetve mindenféle olyan technológiából vagy dologból, amibe litium-ion akkumulátor van, azt is ők majd feldolgozzák. Na most ebbe az az érdekes, hogy itt csak utalnak arra, hogy majd igen, de amikor benyújtják a dokumentumot, akkor már kvázi benne van, hogy igen, ezt is fogjuk csinálni. Tehát ilyen ellentmondások vannak már így az elején is. És akkor az alsó zsolci anyag ugye elérhető az interneten, ott még fönt van a kormányhivatal honlapján, egy ilyen benne van ennek a végterméknek, ami ugye ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy amikor beérkezik az anyag, akkor veszélyes hulladék, amikor már készen van, akkor vajon micsoda, mert ugye ők alapanyagként hivatkoznak erre, és ugye ennek is megvannak a kritériumai, hogy valami mikor lett alapanyag, de attól az az anyag még ugyanúgy veszélyes, sőt, talán még veszélyesebb is. <kül> és akkor már csatolták a biztonsági adatlapját ennek az anyagnak, HLOP powder, tehát ez én por, és ennek az első figyelmeztető hál mondata, hogy belélegezve halálos akut toxicitás kettes kategória, tehát ennél egyel van ez a kettes, úgyhogy hát nem vagyunk helyben boldogok ettől, és ugye itt ők ezekből tonnás mennyiségeket akarnak tárolni, kezelni, nálunk is óvodát terveznek, 900 méteres körzetben gyakorlatilag ettől a gyártól. Tehát igazából az egyik fő probléma az, hogy ez nálunk egy gazdasági kereskedelmi szolgáltató övezet. Tehát még csak nem is ipari övezet, és ez sokan félreértik, mert Sóskuton erre a részre úgy hivatkoznak, mint hogy ipari park de ez nem ipari park, ez a köznyelvben ipari park, és a Dongvánál már itt egy kormányhivatali határozatunk is van erről, hogy Dongvánál kimondták, hogy az üzem a létesítési helye szerint nem ide való. Tehát erről le van írva, kormányzati, kormányhivatali határozatunk van erről. Hát a Dongvát mégis megcsinálták ettől függetlenül, ez is egy érdekes történet. Tehát mi nekünk papírunk van arra, hogy ezt nem lenne ide szabad hozni, az ilyen jellegű üzemeket, és most ez a cég megvette egy raktárat, ami az orion nem az nem Orionnak a épülete. raktárát, igen, most ez egy nagyon jó kérdés, hogy hogy lehet egyáltalán úgy megvalósítani egy ilyen veszélyes hulladék feldolgozó üzemet egy raktárépületben, amikor az ongvát az elejétől a végig úgy építették meg, hogy tűzbiztonsági szempontok, stb. stb. légtechnika, minden, arra lett ö, tervezve, építve, stb. Itt pedig egy raktárat akarnak kvázi. Hát most legutóbb azt mondták, hogy ők februárban már gyártani szeretnének. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag hát most... Abból két egy hét... kicsit kiátráltak. Igen, abból a kiátráltak, mácius. mert ö, uh -huh. közben rájöttek, hogy ez nem így működik remélhetőleg. Tehát ilyen, ilyen óriási jelentmondások vannak. És ugye főleg a másik rész az, hogy egy tárnok is rendkívül érintetlen a dologban, ők is nyilván, és érd is, ők már azért valamennyire kevésbé, de hát a helyi lakosság nyilván nem ők az egésznek. És ugye attól félünk, hogy ugye hogy a polgármester is mondta, hogy az elsőnek lesz a nehéz dolga, és utána jön a többi. Na most meg volt az első, itt a másik, és valószínűleg számíthatunk arra, hogy ezt nem állítjuk meg, és nem tudjuk azt mondani, hogy akkor itt a vége, akkor utána jönni fog a többi. És mindegyik arra hivatkozik, hogy mi csak 50 tonnát, mi csak egy nagyon kicsi nem bocsájtunk a levegőbe, itt nem kerül ki semmi, csak ugye ezek a dolgok rakódnak -e egymásra. Akkor majd azért erre vissza, hogy mit lehet tenni, vagy az ellenállásnak milyen módjai vannak, de ugye, ahogy elmondtad, itt már vannak akkumulátoripari beruházások, amit nem sikerült megakadályozni. Soskut és Tárnok között. És van egy cég, amelyiknek pedig, hát ha úgy tetszik, élethalál kérdés, hogy működjön tovább, mert hiszen ahogy órával beszéltük, az akkumulátorgyártási selejt mennyisége az óriási és ugye a Sanjil nevű cég, az pedig már évek óta, 2019 óta Sziget-Szent Miklóson meg Vátony terenyén elkezdett működni, csak ugye olyan nagy botrányokkal, hogy ezt a sajtó és a helyi lakosok kiderítették, köztük István, hogy milyen botrányok meg látja is István, és arra kérdezlek, hogy, hogy, most itt a lakosság mit tud tenni, vagy milyen, milyen lépések azok, amik, amik ezt a Céget, arra tudná kényszeríteni, hogy úgy működjön, ahogy nem terheli a környezetet vagy a lakosság egészségét. Van erre esély? Hát nekem nagyon határozott véleményem van e tekintetben. Én azt gondolom, hogy az átlagpolgár vagy a lakosság mindent meg tud tenni a saját érdekében, csak kell egy elhatározás, és kellenek olyan információk, olyan tények, és a lakosságnak az a fajta tájékoztatása, ami napi szinten abba a helyzetbe tudja őket juttatni, hogy tudjanak dönteni a saját sorsukat illetően. De most milyen információk azok, <coughs> De, amik miatt amik mi, mi muszáj lenne lépni? Én ugye utalnék egy mondatra, amit a Zsolt uh -huh, mondott, uh -huh. hogy ők még abban a fázisban vannak, hogy tájékozódnak és szeretnének információt azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi ez a cég, mi ez a tevékenység, és rájuk nézve ez milyen veszélyes. Szét jelenthet, hogy vannak -e előnyei a lakosság szempontjából. Mi ennek már a közepében vagyunk. Hogy úgy mondjam, néha úgy éreztem, hogy átcsapnak a fejünk fölött a hullámok, és nem tudjuk megakadályozni azt, hogy ennek a Sanjil nevű cégnek a tevékenysége az kontrollálva legyen az ott élő lakosok szempontjából. És én azt gondolom, hogy ebben a történetben ez a legfontosabb. Én nem vizslattam, és ugyan foglalkozom vele, de elsősorban nem a politikai attitűdöt nézem, hanem nagyon fontosnak tartom nyilván a gazdasági oldalát, és ebből a megvilágításból is igyekszem napi szinten tájékozódni, de mi már a bőrünkön érezzük ennek a hatásait. És ugye... Az, hogy egy civil lakosság a saját sorsát illetően e, tudjon dönteni, meg kell élni azokat az eseményeket, amelyek velünk történtek. Mit, mit jelent ez, hogy a bőrük többen e, Két halott, több sebesült, vagy sérült, vagy e, veszélyeztetett e, emberről beszélek. Ugye a Sanjil Szigetszen üzemében történt, Robbanás, melynek két áldozata van, és e, sérültjei vagy olyan veszélyeztetett dolgozók, akik a tevékenység révén ki voltak téve annak, hogy a szervezetüket folyamatos e, toxikus anyagok által e, behatás érte, amely e, különböző elváltozásokat okoz vagy okozhat a szervezetükben. E, Borzasztóaggályosnak tartom ezt, mert biztos vagyok abban, és a kezemben lévő adatok és információk, vagy nevezzük bizonyítéknak, azt támasztják alá, hogy nem volt meg az a mérvű felvilágosítás a dolgozók esetében, és az érintett lakosság esetében sem, ami egyértelműen elmondta volna, vagy bemutatta volna ezeknek a veszélyeit. Nálunk a Sanji üzemében is volt robbanás, amelyben szerencsére nem halt meg senki, de sérüléseket szenvedtek. És a, ahogy boncolgattuk, boncolgattam ezeket az eseményeket. Megdöbbentő volt számomra megélni azt, hogy folyamatos törvénysértések, az előírások, legyen az környezetvédelmi, vagy munkavédelmi előírás, vagy technológiai előírások, 2024-ben, vagy 2023-ban, vagy ebben az időszakban, hogy itt ülünk és arról beszélgetünk, hogy egy Önmagát egyébként egy, egy borzasztó modernnek és, és olyan alappilléreken nyugvó technológiát sugalló üzemnek megjelenítő szanjil az veszi magának a bátorságot, és adott esetben egy ilyen technológiai folyamatban mondjuk egy. Egy kemencét vagy egy gépet. 85 helyen volt szabálytalanul megváltoztatva. Tehát én azt gondolom, hogy ez mind-mind olyan esemény, hogy egy ilyen instabilan működő üzem, ha belegondolunk, hogy milyen anyagokkal dolgoznak és milyen tevékenységet folytatnak, az a minimum hogy az ott élő lakosságban felvetődjön az, hogy Úristen, ez az én életemre, a hozzátartozóim életére és egészségére milyen veszélyekkel jár, vagy egyáltalán a környezetre. Bátony terenyén egy ökológiai folyosó kellős közepén van ez az üzem. Egy ipari park működik ott, oda telepítették be. Nyilván azon is el kell gondolkodni, hogy mi vezette a helyi döntéshozókat és a, lob, a mögöttük lévő lobbita arra, hogy egy ilyen ö, gyönyörű környezetben, ö, egy ökológiai folyosóba telepítsenek ipari parkot. De nyilván ez egy másik lapra tartozik, nem szeretnék belemenni politikai attitűdök és motivációk boncolgatásába. Engem egy dolog érdekel, és számomra ez a hiteles. Ö, ott élek a családommal, unokáim vannak, gyerekem van, gyerekeim vannak és ott nőttem fel, ott születtem. Engem egy dolog motivál, a környezet, és az ott élő embereknek az egészsége. És e tekintetben, ha górcső alá vesszük a Sanjilnek a működését, akkor azt láthatjuk, hogy van egy instabil működési üzem, amely a megnyitásától kezdve a mai napig számtalan törvényt megsértett, balesetek következtek be, a balesetek következtében a technológia révén meghaltak emberek, és sérüléseket szenvedtek. olyan a hatóságok tudták, bírságolták, nagyon sokféle bírságot kaptak, aztán felfüggesztették. Igen, közöttemát. felfüggesztették a tevékenységüket, zajlik büntetőeljárás, A hatóság szankcionált, a hatóság megállapításokat tett. Én nem a saját kódfőmből veszem azt, hogy milyen anyagok kerültek oda be. Ezt a hatóság <laughs> állapította meg kérem szépen, egyáltalán az az anyag, amelyet a Sanjil megsemmisített, kinek az engedélyével jutott be Magyarországra? Én az országos zöldhatóság által kiadott engedélyt sehol nem láttam. Hogyan juthatott be a mi hazánkba az a sok hulladék, amelyet ott megsemmisítettek, és amely megsemmisítés révén kitették az ott élőket ennek a veszélynek. Nem, nem az az elsődleges cél a mi szempontunkból, hogy most ennek a, az, azokat az aspektusait vizsgáljuk, hiszen a lakosság e, nyilván érintett, hogy ne lenne érintett ennek a gazdasági hatásaiban is, hiszen hiszen gondoljunk bele, ha valaki ingatlant akar értékesíteni, el akarja adni az ingatlanját, vagy a földjeit ott a környéken és oda jönne mondjuk egy befektető, vagy egy vásárló. A legelső az lesz neki, az információ világában élünk, hogy milyen a környezet, ugye? Hova jövök élni? Hol élek? Igen, most ha adáljunk egy pillanatra, mert nagyon ö, fontos az is, hogy ugye elhangzott, hogy veszélyes anyagokkal dolgozzunk, és környezetterhelő, vagy környezetveszélyeztetőek, maguk a gyárak és a feldolgozók is. De ugye azért alapvetően nincsenek információink a környezetterhelésnek a mértékéről. Tehát ez nagyon fontos, hogy itt nincsen átláthatóság, nincsenek nyilvános adatok, légszennyezési adatok, vízszennyezési adatok, NMP szennyezést ugye kimutattak a Gödi Egyesület, amiben én is tag vagyok a Gödön, és Győrszentivánon is, de alapvetően a, a kibocsátási határértékek megtartását ellenőrzik, a hatóságok ellenőrzik, de magát azt a kikerült veszélyes anyag ami most itt ugye István arról beszélt, hogy a dolgozókat mérgezi, de nyilvánvalóan mérgezi a környezetet is. Szóval, hogy erről hogyan tudunk adatokat, és én, mint újságír, ugye abból arra tudtam támaszkodni, hogy hogy tény, hogy a mind az akkumulátorgyárak, mert ugye az első a Gödi volt, mind a feldolgozomek esetében semmilyen hatástanulmányt nem kértek a hatóságok, és környezetvédelmi engedély nélkül működhettek ezek az üzemek éveken keresztül. Tehát most hiába mondja a Sóskóti Korábban alsó Zsoltai telep telephelyet létrehozni akaró Andrada, hogy nagyon szigorú környezetvédelmi szabályok szerint fog működni. Ugye ezt beszéltük Zsoltal, akkor is azt mondják, hogy nem is lesz jelentős hatása ennek a működésének a környezetre. És ugye azért nem ezt látjuk. Tehát, hogy, hogyha, tit, tehát hogyha nem teszik nyilvánvalóvá a légszennyezési adatokat, ha nincsen állandó monitoring, már pedig nincs. Hogyha a Bátonyterenyi cég is akkor kapott felülvizsgálati eljárást, amikor felrobbant egy darálógép, és akkor meg kellett nézni, hogy a környezetben mi jutott. Majd miután megnézték, közölték, hogy ja, hát van itt szennyezőanyag, de az még az előző gyártól származik, de azt majd azért valamikor kármentesíteni kell, de a levegőre és az egyebekre nincs hogy a sziget -Szent Miklós üzemet ugyan megbüntették diffúz levegő szennyezés miatt, de ezt az adatot már megint ki kell majd kérni, hogy miért büntették meg, és közben maga a cég pedig azt állítja egy gyönyörű honlapot, a magyar nyelvi honlapot elkezdett működtetni, hogy a környezetet nem szennyezi. Na most ehhez még azért tegyük azt is hozzá, hogy a cég és egész Európában, ugye erről beszéltünk a beszélgetés elején, szükség lesz az akkumulátor gyárak mellett újra újrafeldolgozó üzemekre, és Türingiába akar ez a cég szintén egyébként 22 ezer tonnát feldolgozni, mert Bátony terenyén is ez a célsőt, a dupláját is szerették volna, csak nem kapták meg hozzá az engedélyt. Szóval, hogy ott, most ott, ott tart a dolog, hogy ott is a lakosok tiltakoznak, az üzeműködésen, és nagyon nem véletlenül amiatt, ami itt Magyarországon történt, mert hogy tudnak róla, Ugye, tudnak róla, és, és, és ott megdöbbenve láttam, most ez egy új dolog, egy kéthetes dolog, hogy egy ezer oldalas környezeti hatástanulmányt tanulmányt a Sanjil, amit egyébként az ottani szakértők elemeznek, és jogászok elemeznek, hogy megfelele a követelmények, de hogy Magyarországon ezt sem követelték meg. Tehát erre jön még, és egyáltalán nem habatortán, hanem, hanem szörnyű, hogy a működéséről meg az derül ki, hogy mindenféle munkavédelmi szabályokat megsértenek, és ezek után nehéz azt gondolni, hogy a környezetben nem kerülnek ki olyan anyagok, amiket azért akkor nagyon alaposan vizsgálni kellene. Hogy most a gazdasági probléma, nem tudom miért beszélek ennyit, mert visszakapjátok a szót, hogy a gazdasági megtérülés is hosszú idő, ugye ezt írta a tanulmányokban, de a környezeti károk is adott esetben nem most rögtön, hanem majd később fognak megjelenni akár a rákos megbetegedésekben. Mit tud tenni? Mert ugye azzal kezdtél István, hogy, hogy ez csak elszállás kérdése, és igenis, hogy van lehetőség rá. Mik a következő lépések a, a lakossági reakciók során? Szóval mit terveztek? Mert Bátony terennyel már volt erről nagyon-nagyon jó lakossági fórum, és Sóskuton is nagyon szervezetten történik a, a tiltakozás, meg az információk érés. Hát <kül> Ugye nálunk volt lakossági fórum, meghívtuk minden érintettet, sajnos nem jöttek el azok, akik ezt a döntést hozták, hogy a városnak a szívébe telepítsék ezt, a, ezt az üzemet, amelyre vonatkozóan, ahogy említetted, az én információm és a jelenlegi legjobb tudásom szerint nem volt egy előzetes komoly hatás tanulmány. Tehát, amit mondanak, az. A, a, a történések alá hogy ez csak egy hablacs volt. Ugye az a helyzet, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy észleltük az instabil működést a Sanjil esetében, és ugye megrémisztett minket a Szégyecskend történés, Ugye elkezdtük nézni és figyelni a levegőszennyezettségi adatokat, ami. Kimagasló értékeket mutatott, tehát az egészségügyi határértéknek esetenként a nagyon sok sokszorosát. És ugye a civil lakosok között, és ne becsülje le senki, vannak azért okos gondolkodó emberek is, akik egy-egy adott esetben egy-egy tudományágnak a képviselői. És van egy fiatal ember, aki egy mérőállomást működtetett a térségben. Ezt a mérőállomást egyébként egy német kezdeményezés alapján juttatták el hazánkba. Európa több részén mértek ezekkel az állomásokkal, és ugye nyilvánosak voltak ennek a mérőállomásnak az adatai. Én amikor azokat az, adat, vagy azok az adatok a birtokomba jutottak, amely agodalomra adott okot, akkor Azonnal felvettem a kapcsolatot a katasztrófavédelmi illetékeseivel, illetve a kormányhivatal megfelelő egységeivel, valamint az egészségünkért felelős állami szervek képviselőivel, és jeleztem nekik, hogy itt van egy, egy borzasztó esemény, amelyet ki kellene vizsgálni, és ezt neki kellene kivizsgálni, hiszen mi azért jogosít fel őket, mint állampolgárok, hogy védjenek meg minket, mert ez a dolguk. És e, nagyon érdekes, mert az a katasztrófa védelmi tisztségviselő vagy e, felelős, aki, amikor legelőször beszéltem vele, és megtettem a legelső bejelentést hivatalosan, ő is elszörnyűködött, és azt mondta nekem telefonban, hogy Úristen, azonnal beszélek az egészségért felelős, illetékes, tiszti főorvossal. Majd 24 óra elteltét követően jelzett vissza, hogy azt a választ kapta, hogy ne aggódjunk, ez a, a mérőállomás, amely ezeket az adatokat jelzi, az nem hitelesített. Ugye felvetődik azonnal, tehát úgy gondolom, hogy mindenkiben adott esetben egy politikusban is az kell, hogy felmerüljön. Jó, ha nincs, ha ez nem hitelesített, mit mond a hitelesített mérőállomás, amely egyébként ilyen üzemek környezetében kell, hogy működjön. Szörnyű volt a válasz. Nem, borzasztó volt nekem megélni, amit hallottam. Azt mondták, hogy a hitelesített mérőállomás elromlott. Nem mér jelenleg. De nem kell aggódni, mert mert vélhetően a közelben zajló útépítés az, ami felelhet a kiemelkedő adatokért. Most ehhez képest, és úgy gondolom, hogy engem is azokat igazolja, akiket aggodalommal tölt ez a kérdés, ehhez képest ugye az van, hogy van egy instabil működésű üzem, olyan ö, anyagok vannak benne az üzemben, amit egyébként a hatóság is deklaráltan a határozatokban közzétesz, hogy ö, igen, ökotoxikus anyagok, igen, ilyen hatásai lehetnek a környezetre, meg olyan hatásai lehetnek a környezetre, igen, ö, mi is vizsgáljuk, hogy hogy a fenébe juthatott ide ez az anyag, mikor erre az országos zöldhatóság nem adott engedélyt én, én azt gondolom, hogy a civil személy által működtetett mérőállomás hitelesítés ide vagy oda, ha az a készülék működött. Az a készülék egy olyan gyár által van elkészítve, ami ősidők óta készít ilyen mérőállomásokat. Az egy jól működő technológia. Másfelől van egy ilyen instabil működési üzem, ahol beleengedik a levegőbe, felelőtlen magatartás következményeként azt a fekete port, amit igazságügyi szakértő leír, hogy milyen anyagokat tartalmaz, akkor én azt gondolom, hogy jogos a lakosság kételje abban a tekintetben, hogy, ez, hogy itt valami nagyon nincsen rendben. Hát az, a, azt meg tudom erősíteni, ugye, és erről írtunk is az átlátszóban, hogy nem veszik komolyan még az akreditált méréseket sem. Tehát ugye Gödi gyár esetében az ajszennyezést, azt a Gödért Egyesület négyszer Mérte úgy, hogy zajhatárérték felett volt bőven, és ugye a hatóságnak most itt, hogy mondani, István, hogy ki kellene, miért nem nézi, hát neki törvényi kötelessége lenne, hogyha panaszt teszel, akkor azt kivizsgálja. Tehát akkor is, hogyha te rosszagot érzel, és azt mondod, hogy büdös van, vagy rosszul vagyok, vagy bármi, ugye ez bátor terényén megtörtént, akkor ott azonnal vizsgálatot kellene csinálni, de a hatóságok nem vizsgálnak. És ez, ez ugyanezt történt az NMP szennyezéssel, gödön, ahol lemerte írni a rendőrség például, hogy ez nem a Kreditált vizsgálat volt, miközben a tények bizonyították, hogy az volt. Tehát itt, itt azért ezekre, amit te is erre célozgatsz, hogy itt azért vannak olyan szereplők, akik ebben, hogy úgy mondjam, bűnösek. És így, tehát hogy bűnügyre célzunk ebben az esetben, és hogy nyomozást igényelne, meg hatékonyabb hatósági fellépést de kérdezzük meg Zsoltot, hogy ott, ahol már van egy és kettő, mert NMP üzem és elektrolit üzem és Tárnok határában, mit lehet tenni, hogy egy újabb üzem ne létesüljön, vagy hogy a lakosság egyáltalán valamilyen szinten beleszólhasson ebbe a történetbe, hiszen ez még nem kiemelt beruházás, ez az feldolgozó. Hát ez egy nagyon összetett kérdés és összetett történet. Ugye az első lépés az az lenne, hogy tájékoztassuk a lakosságot, és abból, amink van. Na most itt, itt szintén ugye, hogy fejétől bűzlik a hal. Ugye a polgármesterünk azt mondta, hogy őt az Andrada megnyugtatta. Na most nyilván egy cégnek az az érdeke, hogyha valamit akar csinálni, akkor megnyugtassa az adott lakosságot. Bocsánat, ugye arról a polgármesterről van szó, aki egy tévéadásban zacskóban igen. bevitt az akkumulátor és a, a fekete port, igen. amit egyébként úgy gondolom, hogy meg tud erősíteni Dóra is, hogy milyen anyagokat tartalmazhat, az besöpörte a zsebébe. Igen, igen. Ö... Tehát konkrétan arra a cégről beszélünk, aki egy ilyen polgármesternek odaadta ezt az akutoxicitású kettes kategóriába tartozó anyagot, és a stúdión így besöpörte a zsebébe. Szóval... Most... És még én meg annyit hagyott ezek, hogy volt az RTL-nek egy vágatlan videója, és ott azért pontosan elmesélte a Kőnik Ferenc polgármester, hogy hogy zajlott ez a, ez a megbeszélés, mert ugye arról volt szó, hogy akkor néhány órán belül meg kellett születnie a képviselőtestületi döntésnek, hogy jó, tehát őt értesítették ekkor, akkor, akkor neki nem volt ide a lakossággal konzultálni, és már is rögtön hát kellett dönteni a testületet. Ő, őt, itt igazából nem döntöttek, ők csak tájékoztatta a testületet, hogy jön a következő ilyen üzem, hát, hogy jön. tudjanak róla. Tehát ott igazából nekik semmi döntésre nem volt szükségük, mert De ahogy ő is mondta, ott a gyár, és akkor használjátok. Tehát az első lépés az, hogy ilyen, hát, hogy ellenszél szembe, valahogy tájékoztatnunk kell a lakosságot, és tényleg sajnos nagyon sokan úgy vannak vele, hogy így bíznak a hatóságokban, hogy hát majd a hatóságok jobban tudják, és teljesen zeretentő példákról abszolút nincsen semmi információjuk. Tehát, bocsánat, nem a hatóságok védelmében, de igazságtalan lennék, hogyha nem mondanám el, hogy hatóságok tagjai között, és, 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 és vannak, vannak olyan, például a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal, amelynek a tisztségviselői az ellenőrzések során nagyon komoly megállapításokat tettek, és nem rejtették véka a lávéleményüket, hanem nagyon határozottan és nagyon közérthető módon eh, határozatba foglalták a megállapításaikat, és ezt kommunikálták is. Az más kérdés, hogy, eh, hogy ezt hogyan engedik, vagy milyen formában engedik, hogy ezek az információk, amelyek a hatósági határozatokban szerepelnek, eljussanak azokhoz az állampolgárokhoz, akiknek ez. De aztán erről, beszél, erről És is az életükbe volt. vágó De... kérdés kell, hogy legyen, és ebben, felelő, ebben tartom nagyon felelősnek azt, aki egy város vezetésében él és dolgozik, hogy ő neki, ő ilyen esetekben nem mérlegelhet, Politikai attitűdöket. Ő, ő, neki, ő neki nem szabad ezt megtennie ezekben az esetekben, hanem ő neki, ő neki és én azzal a példával szeretnék élni, amiről beszélgettünk, hogy, hogy nekem ebben a témában egy tudós ember, aki érti, hogy miről beszélünk, és, és hitelt érdemlően el tudja mondani, hogy ezek az anyagok milyen összetevőkből állnak milyen veszélyeket jelentenek, és mivel kell számolnunk majd, amire célzott óra, hogy négy-öt év múlva, vagy hat év múlva milyen hatásai lehetnek ennek, na az hiteles. És én, én ezt hiányolom, mert nem látom a, a palettán ebben az ügyben azokat a szakembereket adott esetben a kormányzat részéről. Dóra, Aki te mint... tanulmányaidra reagált valamit a, az akumulátor ipar vagy a kormányzat, és száfolta azokat a tételeket, amiket állítottál a tanulmányaidban? Tettel párbeszédet kezdeményezni azzal a, azokkal a gondolataiddal, amiket megfogalmaztál? Mielőtt megjelent, megjelent a tanulmányom, én ezt elég nagy körben, nagyon előadtam az akadémián, előadtam zárt közgazdászkörökbe, tehát, tehát a, a szak, szak, szakma mögötte volt, úgyhogy a szakmából nem volt ellenvetés, és ugye abban szerepelt egy szám hogy ez, ez, a megtérülés bőven tíz év múlva lesz, ha egyáltalán megtérül, és ugye én azt mondtam, hogy azt hiányolom, hogy, hogy a kormányzat ezt a rengeteg adófizetői pénzt, amit felhasznál, tehát nem mutatja be, hogy akkor ez, ez mikor fog megtérülni, és, és tavaly márciusban jelent meg a tanulmány, és, és az, az, látható volt, hogy a kormányzatból szinte mindenki olvasta, tehát, tehát így nem, nem, nem közvetlen válaszokat kaptam, hanem, hanem a diskurzusban nagyjából minden fel merült, amiről én beszéltem, és hát, és hát látszott, hogy hogy sokakat ez meggyőzött, amit én én, én írtam, tehát, tehát megjelentek olyanok, hogy hát talán magasabb hozzáadott, tehát a jegybank elnök a magasabb hozzáadott érték. Igen, ez tevét. a fogalom a bekerült, igen, 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 köszönöm, igen, igen hogy ez, ez, kell. Ez, ez bekerült, és akkor ilyen nagyon óvatosan nyilatkozott több kormánytag is, de de a lényeg, hogy, hogy olyan típusú cáfolat, hogy akkor ahogy én megírtam a közgazdasági szemlébe egy tanulmányt, és akkor erre van egy olyan tanulmány, ami az cáfolja, az a vitatkozik, vagy csak egy számítás, hogy, hogy akkor ez mikor fog megtérülni, olyan soha nem, 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 nem született, és hát ugye nagyon sok kritika éri a környezet, Hatást, és nyilván a helyi lakosságnak a, a, a környezeti hatása a, az elsődleges, és hát a, az Akadémia Fentartható Fejlődés Elnöki Bizottsága, tehát tehát ők is vizsgálták ezt a témát, és az egyik legfontosabb következtetésük az az, hogy ez egy új iparág, ö, olyan anyagokról is szó van, aminek nem használ, tehát nincs határértéke, ö, és hogy ha már ráteszi a magyar gazdaságot a kormányzat erre az egyetlen szektorra, akkor ezzel párhuzamosan egy iszonyatosan, erős intézményépítésnek is kellene zajlani, ami biztosítja azt, hogy, hogy meglegyen a megfelelő monitoring, ami a helyi lakosság számára fontos. Hát egyrészt megnyugtatja őket, másrészt nyilván az, hogy ha, 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 ha tudjuk azt, hogy nem tudom, százszoros valami anyagnak a határértéke, akkor, akkor ott, ott azonnal be kell avatkozni és lépni kell. És azt szerintem nagyon látványos, hogy hogy, hogy igazából semmi ilyet. Nem, nem, nem az, hogy nem látjuk azt, hogy akkor akkor felépítik a monitoring kapacitást, és hogy, és hogy képeznek olyan szakembereket, akik, akik, akiknek megvan az a szaktudásuk, hogy hogy egyrészt ellenőrizni tudjanak, másrészt a hatásokkal tisztában vannak, hanem ezzel teljesen ellentétes folyamatok zajlanak, tehát folyamatosan gyengítik a szabályozásokat, a munkavédelmi szabályozásokat, a környezeti szabályozásokat is, és hát itt, itt, itt látszik az, hogy ez nem tud a helyi szinten megmaradni, tehát nem azt, nem a nem arról van szó, hogy egy helyen rosszul működik egy ember a hatóságban, hanem, hanem ez egy makroszintű, makroszintű probléma. Tehát milyen az, amikor az egész ország kiszolgáltatottá válik egyetlen iparágnak, és akkor a, a, a kormányzat. A, által dominált hatóságoknak döntélnie kell, hogy azzal vannak elfoglalva, hogy a cégek érdekeit védik, vagy azzal vannak elfoglalva, hogy a lakosság érdekeit védik. És amikor ekkora ö, a kiszolgáltatottság és, és, és ekkora nyomás van a kormányon, akkor, akkor, akkor előfordulhat, hogy a hatóságok terelnek, hallgatnak próbálnak megnyugtatni, anélkül, hogy, hogy, hogy konkrét és azonnali beavatkozás történjen, és, és, és nagyon szomorú ezeket konkrétan hallani helyi szintről. Vagy menjünk vissza a mikroszintre, a makro után újra, mert Zsoltban vele folytattuk a szót, tehát, hogy elindult az, hogy tájékoztatni kellene, ehhez meg információkat Igen. kell szereznetek, szóval, hogy ez, ez a folyamat, ez hogy, tehát elég nagy felelősség van egyébként itt a civileken, úgy gondolom. Nem? Igen, a, tehát hogy... itt, itt megint az a kérdés, hogy egy igen, anyagból tudunk dolgozni. Tehát amikor a Dongvát tudom jobban példaként hozni, mert ugye ott már egy komplett folyamatot végigcsináltunk, <kül> ott is ugye az volt, hogy egy környezeti hatásvizsgati tanulmányt kellett a cégnek beadnia, és ott is tapasztaltuk, hogy trükköznek a az éves kapacitásokkal, hogy bizonyos határértékek alá esnek, hogy ezt vagy azt ne kelljen nekik megcsinálni. Ott, és ugye ilyenkor konkrétan nem a céget pereltük be mi sem, hanem a kormányhivatalt, amely kiadta a határozatot, és a határozatot kellett megtámadnunk. És ez is egy óriási ilyen meglepetés volt számomra, ugye, mint civil, hogy amikor megtámadunk egy határozatot, én azt gondoltam, hogy a bíróságon fogunk találkozni a kormányhivatallal, és kiderült, hogy nem. A kormányhivatalhoz futba keresett, ülnek rajta X időt, megnézik, hogy miben van valószínű igazunk, amit a bíróságon elbuknának, módosítják, és akkor a többivel mehetünk a bíróságra. És itt azt jöttem mondani, hogy például olyan dolgokat fejtettek el az első határozatukba megadni, mint a pontforrásoknak a kibocsátási határértékei. Úgy Tehát azt mondták a cégnek, hogy tessék, csináld, aztán majd valami kijön a kéményből, aztán jó van. És utána, amikor beadtuk a bepereltük őket, utána mondták meg, hogy miből mennyit lenne szabad kibocsájtani. Tehát, és így nagyon nehéz táj tájékoztatni a lakosságot is, mert ugye a lakosság is azt mondja, hogy hát ők a szakembereknek hisznek, és akkor a szakember, a hivatal biztos jobban tudja. És aztán meg sok esetben hiába megyünk vissza, hogy nézzétek meg, itt van bepereltük, és aztán kiderült, hogy mégis nekünk volt igazunk, mint ostoba civileknek. Jó, hogy nyilván bennünket is támogattak ők más környezetvédelmi szakemberek, tehát nem minden saját főből vettünk, de mi, mi tettük oda a felkiáltó élet és a kérdő élet, hogy itt valószínű, ez nincsen rendben. És, és ez a nehéz, hogy megtalálni ezeket a szakembereket, a, szakmai dokumentumokba ezeket az ellentmondásokat, hogy kicsit legyen, hogyha már tapasztaltunk van, akkor látjuk, hogy ja igen, itt azért mondanak 40 tonnát és nem 50-et, mert ha 50-et mondanának, akkor már az a vizsgát is kellene. És aztán utána mondják most, hogy 8000 tonnát akarnak gyártani évente, de a másik dokumentum már 10 et mondanak, és akkor ahhoz a Másik raktározási kapacitás már nem annyi lenne, a következő sajtótájékoztatón pedig már 20 ezer tonnáról beszélnek, de az anyagukban pedig csak 8 ezer van. És amikor ilyenekre felhívjuk a hatóságok figyelmét, hát például nekünk olyan volt az egyik ilyen közmeghallgatáson, hogy így hümmögtek, hogy jó, akkor kérjük a másik kérdést. Tehát ez hatóságra, hat, hatóságra sajnos változhat. Én most az Alsó Zsolcának a hiánypótlását láttam, ott tényleg a Nógrád megyei, ha jól emlékszek, az a kormányhivatal volt, ott olyan hiánypotlásokat kért, ami a Pest megyei nem biztos, hogy ezt megkérte volna például. És, és, tényleg látszott, hogy bennük van valami akarat. De ez így civil oldalról nagyon nehéz, hogy egyrészt küzdünk egy kicsit a, a lakosság tájékozatlanságával szemben, a másik oldalról küzdünk a hatóságoknak a megfelelési, megfelelési kényszerével szemben, aztán küzdünk azra, hogy a cégmény információkat hajlandó egyáltalán nyilvánosságra bocsájtani. Úgyhogy ez egy, ilyen, ez egy ilyen nagyon nagy harc, és amit még tehetünk, az nyilván az, hogy visszük ezeket a dolgokat, csak ugye nagyon nehéz egy olyan országból perelni, ahol reggel még lehet, hogy igazunk van, csak közben napvégére meg átírják az adott jogszabályt, és akkor onnantól kezdve meg már nincs igazunk, és ezt is tapasztaltuk, hogy voltak sajnos ilyenek. Szóval így, nehéz, de hát ö, mindenképpen meg kell próbálnunk mindenféle lehetséges utat kihasználni, úgyhogy ebben vagyunk most benne. Hát igen, és ugye, hogyha azzal kezdtük, hogy, hogy európai kontextusba helyeztük, aztán a magyar gazdaságot néztük, szóval itt most a, a hatások tekintetében is azt kell mondani, hogy ha a kormányzat nem készít egy, egy, olyan stratégiát, ami akár gazdasági, akár környezetvédelmi szempontból feltárja, vagy megvizsgálja, és elénk tárja azt, hogy milyen, mikkel kell szembesülni, akkor ezt a, ezt a lakosságnak kell megtenni. Most az őrült meló, ugye, de hát már azt tudjuk, hogy, hogy az egyes szervezetek próbálnak összefogni, egymásnak tanácsokat adni, a hatástanulmányokba felelt ellentmondásokat elküldeni egy másik településen élőknek, hogy na, állatok, ez hogy volt. Ez, ez egy, egy, egy sziszifuszi munka, és ugye ezt nem a lakosságnak kéne elvégeznie, hanem ugye ahogy az elején kezdtük, hogy, hogy a hatóságoknak én, Mondjátok, ha még van, amiről nem esett szó. Nekem nem, igen? Még annyit tennék hozzá, hogy itt az a nehéz, hogy ezek nem olyan látványos problémák. Például, amikor felrobban egy gyár, az nyilván látványos. De amikor folyamatosan úgy történik egy környezetszennyezés, hogy a levegőbe jutnak olyan anyagok, vagy olyan porok, amik így szépen lassan terhelik a környezetet, és adott esetben. Marika néni nem fog észrevenni, hogy a kertjébe termett répának mi lesz a hatása, az lehet, hogy csak 10 vagy 20 év múlva fog a szervezetében úgy felgyűlni, hogy később egészségügyi problémái lesznek. Tehát ezek, ez a fő probléma, hogy ezek sajnos idézőjelben nem olyan látványos szennyezések, hogy, hogy így bárkinek feltűnik, hogy hoppá, ez most azért van, mert ide tették ezt a nyolc gyárat, és ebből vannak az egészségügyi problémák, szépen lassan igen, ezzet. tehát hogyha bűzt érzünk, hogyha a folyó ha bűs, elszennyeződik, bűs, bűs mint a sajó, akkor annak nagyobb visszangé van. Habzik, hangos habzik, az egyértelmű, vagy amikor úszik a fekária a patakba, mondjuk, uh -huh. az is egyértelmű. Hát én azt gondolom, hogy már pedig a civileknek ezt a nevezzük ellenállásnak, vagy nevezzük bárminek ezt a szerepvállalást, ami a saját sorsukat illeti ilyen üzemek tekintetében nem szabad feladni. Ugyanis én, én azt gondolom, hogy bár lehet, hogy hosszabb távon, ha az idősíkot nézzük, akkor fognak megjelenni ennek a hatásai. De ugye, ha én arra gondolok, hogy a, a tanítás az azért van, és a tudás megszerzése, hogy adott időszakban elmondják neked, hogy így működik a világ, és ezt a tudást szed magadba, annak hosszabb távon lesz meg a hatása. Így érzem én ezt a, a mi tevékenységünket is, mert ugye aggasztó jelek vannak, hihetetlen megélni azt egy civilnek, hogy a helyi Hentesboltban, Hogyha kimennek ellenőrizni, és az ott élő, vagy az ott dolgozó hentes, aki felel azért a hentes üzlet működtetésért, és mondjuk az egyik hús nem úgy van elhelyezve a pulton, ahogy az előírás szerint el kell helyezni, akkor először kap mondjuk 50 ezer forint bírságot, de egy második ellenőrzésnél 30, 30 napra bezárják, vagy adott esetben kap, és ennek azért a mi életünkre milyen hatása lehet. Legfeljebb lesz egy hasmenésed, mert mondjuk te visz el azt a húst de a, a borzasztó tapasztalni és megélni azt hogy hogy egyrészt egy hanyag felelőtlen előkészítő munkával szembesülsz mint civil és aki belássa magát mélyen ebbe a történetbe, akkor találkozik olyan dolgokkal amire azt mondja hogy hogy, Valóban átgondolták, valóban így kellene, hogy működjön ez. És én, én úgy hiszem, hogy nekünk civileknek az a dolgunk, hogy a saját környezetünkben ha minket valami aggaszt, akkor mindaddig, amíg az hitelt érdemlően nem rendeződik, az utolsó kell küzdeni, hiszen a mi életünkről van szó. Ez az egyik a másik aspektusa, hogy én, én ebből az egészből pont azt hiányolom, amire itt a Dóra utalt, hogy amikor eh, kisgyerek voltam, akkor elém a Bibó Istvánnak a könyvét. És kikapcsolta apám a tévét, amiben éppen Kádár János beszélt. Eh, most eh, én, én azt gondolom, és ezt eh, sugallom a bátonytelenyei polgárok és lakosság felé, hogy eh, keressük a palettán azoknak az okos, tudós embereknek a témában a mondandóját, akik, akiket nem befolyásolnak politikai attitűdök és tényezők, hanem akiknek tudás van a fejükben, és azt tudják mondani, hogy annak az anyagnak az a veszélye, hosszabb távon ennek vagy kitéve, nem igaz, hogy egészséges egy ilyen üzem egy ökológiai folyosónak a közepében. Nem igaz, hogy lehet 400 méterre működtetni óvodát és iskolát egy olyan intézménytől, vagy egy olyan üzemtől, ahol eh, nem tudják biztosítani azt a feltételt, hogy mondjuk hat munkás ökotoxikus anyagot eh, enged ki a levegőbe. És én azt gondolom, hogy ezek a fő kérdések is a civil szférának a saját életükkel kapcsolatban, vagy abból az aspektusból vizsgálva, nagyon nagy felelőssége hát meg a, van. Meg a nyilvánosságnak, és ebben az újságíróknak, és mindenkinek, de egyébként ezt most ti is teszitek. Jóra, mit tennél hozzá? Hát én óriási elismeréssel figyelem a civilek szerveződését, és, és Zsuzsa, én ki akarom emelni a te szerepedet, mert, mert én a te cikkeidből <laughs> okulva kezdtem el foglalkozni ezzel az akkumulátor történettel, és, és írtózatosan fontos, hogy hogy ezeket, a, ezeknek az információknak utána menjenek, de hát ez, ez tehát nem lehet másképp élni, mert nem hagynak élni. Tehát, tehát, tehát azt gondolom, a civil szervezet is nagyon fontos, és az is nagyon fontos, hogy, hogy, nem, hogy ugye folyamatosan érkeznek ezek a beruházások, és úgy tűnik, mint a hatástalan lenne, de talán mégsem. Tehát én némileg meglepődve láttam, hogy a BYD-val nem érkezik a kumulátorgyár. Pedig uh -huh. sokáig úgy volt, hogy, hogy érkezik, és, 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 hogy valahogy azt gondolom, hogy, hogy lehet, hogy már érzik, hogy, hogy nem annyira jó környezet már Magyarország, pont a rengeteg tiltakozás miatt, és akkor úgy gondolták, hogy akkor, akkor talán mégsem jön egy új akkumulátorgyár, úgyhogy tényleg, hogyha ezt a folyamatot lassítani lehet, meg, meg, meg hogy kevesebb jöjjön, és, és keves, kisebb terhelés érje a környezetet, akkor szerintem már a civilek rengeteget elértek. Hát én azzal zárnám, hogy éppen most sikerült megszerezni a Gödi különleges gazdasági övezet megvalósíthatósági tanulmányát, és ugye ott leírják, hogy várják az újabb beruházásokat majd a Samsung akkumulátor gyár mellé. Most ez gyakorlatilag nem írják le, de, de akkumulátoripari beruházásokat. És ugye ott vannak a tényezők között azok is, hogy, hogy mi az, ami ennek akadályt képezhet esetleg, és hát ott van benne, hogy ugye nagyon-nagyon erős a bizalmatlanság ezekkel az akkumulátoripari beruházásokkal szemben. Hát ugye ezt ők szépen fogalmazták meg, nem az ellenállás szót használták, na de hát ezt a bizalmatlanságot, ezt az alapozta meg, amit történik, és amit elmondtatok és amit nap mint nap igyekszünk feltárni. Úgyhogy nyilván folytatjuk majd ezt a munkát. Köszönöm szépen a vendégeinknek, hogy itt voltak, és ilyen sok értékes információt megosztottak velük, a hallgatóktól pedig elbúcsúzunk viszontlátásra. Köszönjük, Köszönjük, Köszönjük szépen.